Vádat emelt a bécsi ügyészség egy osztrák színész ellen gyermekpornográfia miatt. Florian Teitmeister lakásán a rendőrök 22 adathordozón 58 ezer olyan fájlt találtak, amely gyerekekkel szembeni szexuális visszaéléseket tartalmazott. Teitmeister több mint 20 éve ismert színész. Ja által idén Oscar-díjra jelölt Sisi filmben a Fűzőben ő alakítja Ferenc Józsefet. Ügyvédje szerint a férfi nem tagadja a vádakat. Florian Teitmeister bűnösnek fogja vallani magát. Két éve pszichológiai kezelés alatt áll, ez segített neki megküzdeni azokkal a mentális problémákkal, amelyek a kérdéses fájlok birtoklására ösztökélték. Teljes felelősséget vállal a tetteiért, de hangsúlyozom, hogy ezek a digitális térre szorítkoznak, egyetlen embernek sem ártott, mondta Mihály Rami. Teitmeister az utóbbi időben Bécs egyik leghíresebb színházában, a Burgtheaterben játszott, ahonnan a botrány hatására eltávolították. A férfi február elején áll bíróság elé. A vád szerint már 2008 óta birtokában vannak gyermekpornográf felvételek. Ha bűnösnek találják, legfeljebb 2 éves börtönbüntetést kaphat.